kérdés, hogy ő hogyan tréningezte, sok nagyszerű feladatot a főnöknek. A válasz egyszerű. Minden jutalmazunk, ami tetszik, amit a jövőben lehet használni. Minden jutalmazott viselkedés gyakorisága művő. Itt kiválogathatjuk és megjutalmazhatjuk a megválasztatjuk. Ezt hívják pozitív megvalósítósnak. Érdemes lesz megfigyelni, hogy hogyan jutalmazott a főnök. A síp azt a célt szolgálja, hogy tudassuk a főnökkel, hogy jól teljesítették a kérdés feladatot, és ezért bizonyítanak. A futár tudják, hogy amit meghallják a sípot, annyian jutalmazhatnak. Futár az annyit tesz, ez az jó munka. Azonban nem csak a jutalom felett a helyeket művelését is használják. A szóbelégítségek, a simogatás, a szempontokos és általában a figyelmet sokkalmazolják. Mi történik, ha nem a kért feladatot csinálják, hogy nem elég róla? Ekkor természetesen elmarad a sípszó, a figyelem és a jutalom, de ezen kívül más fizikai munkatás nincsen. Mivel fontos számokra a figyelmünk és a dicséretünk, ezért ezek elmaradása elegendő ahhoz, hogy legközelebb jobban figyeljenek az ügyeletünk. Egy másik fontos eszköz a főkaiskolában, a gondozók közében látható volt a kis piros lábára. Ezt tanulgatottan hívják, és nagy segítségünk adni a feladatunk a tanulgatottságot. Megtudjuk, a főkaiskolában viszont az gondolunk, hogy nincs kastorszakos ellencsállalathoz. Így könnyen megtudjuk őket vezetni kibizotást helyzetére. De megösszállítja a karunkat is. Mert olyan olyan magas ugrás kéne, ahol már nem tudnánk felérni, a tárgyalottal jelezhetjük a kívánszót. Van olyan feladat, ahol a fogadónak egyszerűen két tárgyalmokat is meg kell érintenie, például egyet az órával, egyet pedig az oszolával. A tréningnek nagy szerepe van abban, hogy zsetésnőjék, jókonyik, maradjanak és szellemére is megmutatja őket. További előnyelő jókállalat a főkának, hogy könnyen lehet az esetleges állatorvosi vizsgálatokat elvégezni. Gondoljanak csak bele, mennyi ideig tudja egy jól képzett állatorvos visszatartani a lélegzőt? Valószínűleg nehezen követni a főkát a vízalára egy 5-10 perces vizsgálatot. Így viszont állatorvosi hozzászokik az emberek az állatorvosokhoz. Ha megtanítjuk az állatokat, hogy nem kell félni az állatorvostól, akkor szívesen megmondjuk, hogy az orvos megnézze, megtapintsa a testrészeinket, sőt, még fogaikat és ínyüket is büszkén megmutatja. Megtanulják, hogy semmi kellemetlen nincs abban, hogy az orvos meghallgatja a szívüket, vagy éppen úgy hangjára ellenőrzi a testrészeinket. Nagy hangsúlyt fektetünk ezekre a gyakorlatokra, hiszen csak így nyújthatjuk a legjobb ellátást a fogaikat. A bemutató nem csak szórakoztató és látványos volt, hanem sok új dolgot is megtudtak általában a főkákról és természetesen a két főszereplőről, Noéról és Zsakról. A kérdésüknél hallottak, hogy lehetettek a kapcsolatban, gondozóink szívesen megválaszolják azokat a bemutatókat. Köszönjük figyelmüket! Viszontlátásra!